A Sátoraljújhelyhez tartozó Károly falva egyike a megye sváb falvainak. Az itt élő német származású lakosok őrzik a magyar hagyományok mellett a német gyökereiket is. Ennek jegyében szerveztek közösségi programot a faluban, melyre Hercegkútról is érkeztek vendégek. Dankó Dénes alpolgármester az ilyen események jelentőségéről beszélt. Kétféle szempontból is meg lehet ezt közelíteni. Egyrészt az elmúlt két esztendő megtanította az embereket arra, hogy egy világjárvány keretein belül először meghökkentő számunkra az, hogy a szociális találkozások, érintkezések lecsökkennek, de aztán azt kell, hogy mondjam, annyira hozzászoktak az emberek, hogy nagyon nehéz visszaszoktatni őket a társas rendezvényekre, úgyhogy ez egyik fontos része, hogy újra együtt lehetnek, az emberek újra találkozhatnak, és ebbe a közösségi élménybe részesülnek. A másik része, amit Károlyfalván azért sokkal kézzelfoghatóbb, ez pedig a nemzeti kisebbséghez tartozó lét, mert azt kell, hogy mondjam, hogy nagyon büszkének kell lenni egy ilyen kis közösségnek arra, hogy tartják a hagyományaikat, ápolják a német gyökereiket, nemzetiségi oktatás folyik a település részen, és mind a középkorosztály, mind az idősebb generáció közösen vesznek részt az ilyen alkalmakon, szépítik, csinosítják a települést, fellépnek a színpadon, és valóban a közösség apraja nagyja kiveszi belőle magát. Ugye nagyon jó érzés látni azt, hogy egy ilyen közösség jól működik, összetartó, és bizony képes ilyen eseményeket megszervezni. A főszervező nemzetiségi önkormányzat elnöke Szebényi Gáborné kiemelte, hogy a nap elsősorban a közösségépítésről szól. Közösségépítő jellege van a dolognak. És ahhoz, hogy az emberek jól érezzék magukat, akik eljönnek ide, készültünk egy rövid műsorral, ahol fel fog lépni Hercegkútnak a kórusa, a helyi asszonykórus, az óvodásaink is bemutatják azt, amit a nemzetiségi nevelésben, oktatásban megtanultak, valamint fogunk látni szólótáncot is, és a Zsindely népi együttes is fogja húzni akár a talpalávalót is. A nap során Ugrálóvár szolgálta a legkisebbek szórakozását, míg a felnőttek a műsorokat nézték, vagy pedig beszélgettek. A fellépők után pedig éjfélig zenés-táncos mulatságot tartottak.